21 éves vagyok, családos. Pályafutásomat a Fradiba kezdtem NB1-es játékosként, nem voltam még 18 éves, amikor először szerepeltem. Pályafutásom nagy részét a BKV Aurora SC-nél töltöttem, 6 évet futballoztam ott folyamatosan, majd Gergely Károly hívására Óbudára költöztem, ahol fölkerültünk az NB1-be. NB1 után kimentem Ázsiába 2 évet focizni, és befejeztem a pályafutásomat, mint játékos, aktív pályafutásomat. Még focistaként testnevelési egyetemen elvégeztem a edző és a sportszervezői szakot, majd később a UEFA licenszeket folyamatosan. A BKV Előrénél voltam a sportvezető, aztán pedig 3 évig voltam a BKV Előre SC NB2-es labdarúgó csapatának az edzője, és stabil csapatot sikerült kialakítani, ez a Dajka László utáni időszak. Egyik legnagyobb dolog, amit elértünk közösen, az, hogy 2005-ben Magyar Kupa elődöntőt játszottunk a Ferencvárossal, többek között a Győrt és az MTK-t vertük ki, tehát nagyon szép időszaka volt az életemnek. Ezek után visszajöttek Ázsiába dolgozni, és 8 évet töltöttem kint Malajziába, NB1-es és NB2-es csapatoknál, illetve 2 NB1-esnél és egy NB2-esnél. Ezek után családi okok miatt hazaköltöztem, és tavaly a Gyirmotnál voltam Bene Ferenccel. Közösen vállaltuk a munkát, hogy fölkerülünk a csapattal, ami sikerült is. Ezt mindenki tudja, hogy ezek után Bene Ferenc felállt, én is tartottam korrektnek, hogyha én is ezt teszem. Ceglédet ismerem, tavaly már tárgyaltunk az elnök úrral, tavaly nyáron szívesen jöttem ide, láttam a csapatot több ízben is, akár az Instaton keresztül, akár bajnoki mérkőzésen, de Csepelen is ott voltam a Magyar Kupa mérkőzésükön. Nagyon szép eredményt értek el tavaly azzal, hogy NB3-ból fölkerültek, én úgy gondolom. Stabilizálni kéne a csapatot, egy olyan társaságot kialakítani, amire lehet alapozni, amivel előre lehet tervezni, és akik Ceglédért is fociznak, de mindenképpen a Cegléd várost képviselik. Nem gondolom, hogy nagy változásokra szükség lenne, ezt megbeszéltük a vezetőkkel is. Varga Attilát, az elődömet ismerem, ő játékosom volt a BKV Előrénél. Ebben a 3 éves ciklus, amiről beszéltem, tehát ő egy igazi győztes karakter, egy igazi akarnok, egy borzasztó jó szellemű játékosként is az volt. Tehát itt megvan az a megfelelő mag, aki köré lehet építeni a csapatot. Az, hogy most 5-ször kikapott a társaság, az sajnos néha benne van a futballban, és igen kellemetlen dolog ez a vereségspirál. Most egyszerűen minden kifelé pattan, vagy befelé pattan, attól függ, honnan nézzük. De tény az, hogy vannak olyan dolgok, mentálisak elsősorban, de akár fizikálisak is egy picit, amiken lehet változtatni, és kell is változtatni azért, hogy a csapat eredményesebb legyen. Hát ezért vagyok itt, ez volt a felkérés. Nem titok, hogy ez egy folyamat, tehát egy okozat, inkább úgy mondanám, okozati összefüggésben van a váltás. De hát nagyon szívesen jöttem, és én úgy gondolom, hogy hasznos társaságot veszek át. Egyelőre változásokat nem tervezünk, és nem is tervezhetünk, hiszen szezonban vagyunk, aztán hogy a téli időszak után milyen változások vannak, abban már azt hiszem, hogy én is bele fogok szólni, illetve meg fogjuk beszélni a vezetőkkel, hogy hol lyukas a cipő, vagy hol szorít a cipő. De nem hiszem, hogy a csapatot igazából nagyon meg kéne erősíteni, a középmezőny előrése ez a játékos gárda alkalmas. Apró pici változtatások a finom hangolással, én úgy gondolom. Leave the lights on, leave the lights on.